miniszter úr köszöntő beszédében említette, hogy 16-18 évvel ezelőtt már jelen volt itt a kórházban egy ilyen többfunkciós ultrahangkészülék átadásán. Hogyan látja a miniszter úr, hogy mi a jelentősége egy-egy ilyen adománynak a város életében, a kórház életében? Biztonságosabbá válik az egészségügyi ellátás, és gazdagodik, erősödik általa a kórház és a térség is, hiszen ez a nagyon modern készülék közel 110 ezer ember egészségi ellátását szolgálja, így Karcag, a Nagykunság és a Közép-Tisza vidék lakosai számára jelent egy biztosabb diagnosztikát, rövidebb várakozási időt, ezért is nagyon örülök annak, hogy a Szerencsejátékért és a Kátai Gábor Alapítvány, illetve a Kátai Gábor Kórház együttműködéseként ez a több mint 20 millió forint értékű, nagyon jelentős és világszínvonalat képviselő ultrahang most már hadrendbe állt itt a kórházban. Itt van velünk Szentpéteri Kálmár úr, a Szerencsejáték RT elnök vezérigazgatója. Mesélj el nekünk, vezérigazgató úr, hogy hogyan is jutott hozzánk el ez a szívultrahang készülék ide a Karcagi Kórházba, hogyan esett ránk a választásuk. Nagyon egyszerű a történet, úgyhogy kérelmezte a Kátai Gábor Alapítvány az SRT-től, társaságunktól, hogy részesítsük azon célból támogatásra az alapítványt, hogy ezt a készüléket meg tudja vásárolni. Nálunk ez úgy működik, hogy van egy társadalmi tanácsadó testület, 5 fős, amelyben az egészségügynek is van képviselője, és hát az SRT társadalmi tanácsadó testülete nem utolsó sorban a régióigazgató asszony lobbizásának köszönhetően úgy döntött, olyan javaslatot tesz felém, hogy a Kátai Gábor Alapítványt részesítsük 23 millió forint támogatásban, abból a célból, hogy ezt a korszerű készüléket be tudja szerezni. Röviden kérelmezték és nyertek. Említette elnök úr megnyitó beszédében, hogy szoktak nemes célokat támogatni hazánkban. Milyen területeket emelnek ki, milyen területeket tartanak a legfontosabbaknak? Nézze, én azt hiszem, hogy gyakorlatilag minden területen szükség van segítségre, és ez a mi segítségünk azért azoknak a segítsége is, akik játszanak a mi játékainkon, mert ezek játékadóból történő támogatások nagy részt. Szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ilyesmi támogatásokat, és hát különböző közcélú társadalmi felelősségvállalásunkat kihangsúlyozó társadalmi célokat szoktunk támogatni. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Itt van velünk dr. Farkas Béla orvosigazgatóhelyettes. Igazgatóhelyettes úr, mit kell tudnunk erről a most kapott készülékről? Ez a készülék, ez egy ultrahang készülék. Itt gyakran keverednek a fogalmak. Van, aki ultrahangos készüléknek nevezi, az ugye az nagyon hangosat jelent. Az ultrahang, az a hang frekvencia tartományába, az ultrahang frekvencia tartományt értjük. A működése az úgy történik, hogy van egy alapgép, ami gyakorlatilag egy nagyon nagy teljesítményű számítógépet kell, hogy jelentsen. És ehhez vannak úgynevezett vizsgálófejek. A vizsgálófejek különböző méretűek és különböző frekvencia tartományban működnek, attól függően, hogy a testrész mely részét kívánjuk vele vizsgálni, hogy felületes vagy mélyebb szerveket akarunk vele megnézni. Ezek az ultrahangfejek különböző frekvenciája és tartományú hangokat bocsájtanak ki, mely hangok a határfelületekről visszaverődve detektálja az ultrahang fejfogja, és azt egy képé alakítja át az ultrahang készülék monitorján keresztül. Kezdetben az ultrahang vizsgálatok csak morfológiai, anatómiai vizsgálatokra voltak alkalmasak, ugyan ahol láttuk a falvastagságot a szívnek, vagy teljesen mindegy az emberi szervezet egyéb szerveinek a anatómiai vizsgálatára. A számítástechnika fejlődésével, a felbontó képesség növelésével ma már áramlási vizsgálatokat is tudunk végezni. Ugye elsősorban a vér áramlási vizsgálatát, mely vizsgálatokból már a funkcióra, tehát megnyílt egy új lehetőség, az anatómia eltéréseken kívül funkcionális eltéréseket is tudunk vele vizsgálni. A másik szokásos kérdés szokott lenni, hogy színes vagy fekete-fehér ultrahang készülékről van szó. Tehát az áramlásos vizsgálatoknak a bevezetése tette szükségessé azt, hogy
a ultrahang fejhez közeledő, illetve attól távolodó folyadékok áramlása, elsősorban itt a vér, ez egy különböző színnel jellőzték. Így választották ki a kék, illetve a piros színt. De az nem azt jelenti, hogy ez most artériás vagy vénás vérről van szó, hanem azt jelenti, hogy az ultrahang fejhez közeledik, vagy éppen távolodik tőle ez a folyadékáramlás. Említették, hogy több ultrahang készüléket is kipróbáltak, leteszteltek, mielőtt ezt kiválasztották. Miért erre esett a választás? Három gyártó ultrahang készülékét próbáltuk ki. Mind a három a gyártó kiváló minőségű, a legmodernebb technikát mutatta be a kardiológusaink számára. Ezen belül a választás az alapján történt, hogy egy karcagi kórház forgalma és szükséglete milyen ultrahang készüléket kíván meg a mindennapos gyakorlat során. Ennek megfelelően választottuk ki a legjobb készüléket, számunkra a legjobb készüléket, a legjobb felszereltséggel, három ultrahang fejjel. Mi a jelentősége ennek az ultrahang készüléknek a kórház életében? A kórházban évente kb. 4500 ultrahang vizsgálatot végzünk, szívultrahang vizsgálatot végzünk, heti 30 órás rendelési időben. Az utóbbi időben nagyon-nagyon megnövekedtek a szív invazív beavatkozásainak a száma. És ezeknek a, egyrészt a beavatkozást szükségessé tevő diagnózishoz elengedhetetlenül szükséges az a készülék, illetve a beavatkozást követő nyomonkövetésre szintén szükség van erre a készülékre. Lerövidítik-e ezzel a várólistákat, és ha igen, akkor mennyi idővel? Hát természetesen lerövidítjük, és feltehetőleg jelentősen le fogjuk rövidíteni. Jelenleg hány kardiológus szakorvos dolgozik a kórházban? Jelenleg 4 felnőtt kardiológiai szakorvos van, és egy közreműködő, aki a gyermekkardiológiai vizsgálatokat végzi, hetente egy alkalommal. Köszönöm az interjút, és használják egészséggel a gépet. Köszönöm szépen.